drága nézőink a Vezesnél, nekem már érdemes volt megszületnem, hiszen eljutottam kipróbálni ide erre a Passo Ratti Cosa nevű olasz hágóra 965 méter magasba kipróbálni ezt a Ferrari 296 GTS-t, tehát ezt az egészen különleges középmotoros sportautót, amit most nagyon gyorsan bemutatunk nektek, sajnos komoly videót csinálni nem volt rá lehetőség, de azt akartam, hogy legalább egy kicsit megcsillantsuk, hogy mitől félistenek azok, akik ezt az autót alkották, és mitől olyan autó ez, amitől tényleg nem megy le a nap soha többé. Az aerodinamikai koncepciója egészen különleges, mint egyébként a technikája általában, és ennek az egyik alapeleme ez a T alakú levegő terelő, légterelő elválasztó elem, ami megosztja a beérkező légörvényeket, alulra felülre vezeti el, és ezzel növeli a kocsi aljával kialakítható szívó hatást, tehát egészen elképesztő, amennyire az autó ott van az úton. Ha jól osztok szorzok, akkor ez életem legdrágább autója, ugyanis az olaszországi alapára az 320 ezer euró, ezt ugye most egy 425-tel érdemes megszoroznotok, de ebben az autóban még 120 ezer eurónyi extra van, tehát egy nagyon komoly 7-es BMW árát még bele komponáltak csak extraképpen. Ennek az egyik része a szénszálas csomag. Ugye ami egy Ferrari-ban szénszálas, az valóban szénszálas, itt nincs az, hogy éppen hogy csak rátesznek valamit, meg matricáról, meg végképp szó sem lehet. Itt a motoros, aki szeretik ezt a hágót, szerintem Isten hozta őket, mert ez tényleg a világ egyik legjobb helye. Minden esetre szénszálas csomag van az autóban, az szintén feláras. Így jön ki a plusz 120 ezer eurónyi extra, többek között a belső, az ülések, speciálisak, szellőztetettek, és minden feláras még ez a kocsihoz, úgyhogy egyébként ugye 320 ezer euróval vastagon 120 millió forint fölött körül indul. Ennek az autónak kettő gumibeszállítója van kizárólag. Az egyik a Michelin, amelyik a Pilot Sport 4S-t, vagy Pilot Sport 4S nevű gumit szállítja hozzá, ugye szénszálasak a fékek. Nincs olyan automatika benne, ami a Cavallino Rampantét, a ugró lovacskát, ágaskodó lovacskát azt ilyenkor függőleges helyzetbe hozná. Minden esetre az autó háromféle felnivel érhető el. Ez a kovácsolt alumínium, ez a középső a három közül van. Az alap egy öntött alumínium, ez a kovácsolt alumínium az, ami egy egyen jobb, és lehet szénszálas felnéket is rendelni hozzá, de ez a tesztautó pont ezt nem kapta meg. A másik gumiszállító nagyon érdekes módon a Bridgestone, azért mert ők azokat a gumikat szállítják, amelyek defektmentesek. Vannak ugyanis olyan országok a világban, például az arab államok egy része ilyen, ahol kötelező defektűrő gumikat, illetve nem defektmentes, hanem defektűrő gumikat kötelező az autókra rakni, hogyha az emberek mondjuk defektet szenvednek a kies messzi tájakon, akkor ne halljanak szomjan olyan gyorsan, nem tudom pontosan ennek mi az oka, de valami hasonló lehet. Az autó aerodinamikai koncepciójának az egyik alapeleme ez a levegőbeömlő, amit a 250 LM, tehát Le Mans prototípus, illetve szériautójuk inspirált az 1960-as évek elejéről. Ugye az áramló levegőt az úgy vezetik el ez alatt a léghíd alatt, hogy segítse a motortérből kiokádott rettenetes mennyiségű hőnek az elvezetését, és ez a fedélben most nem látszik ebben a rettenetes napfényben, de csak egy sötétített füstüveg, és alatt rá lehet látni a motorházra. Minden egyes 296 GTS 20 szolos felnét kap, tehát ebben nincsen különbség, csak a felné gyártási módszer, illetve anyaga az, ami eltér, de maguk a felnék minden esetben 20 szolosak. A motortér az innen nyílik, a vezető oldali B-oszlopból, és ezt az átlátszó üvegfedelet a felemeljük, ami jó forró, mivel elég szégyentelenül érkeztem meg ide, de szerencsére ezen a kis oszlopon van egy gumi fogó, hogy ne égesse szanaszét a kezeteket. Na hát, emberek, ez a motor vadonatúj fejlesztés. Az autó neve a 296, az abból jön, hogy 2,9 literes, valójában majdnem 3, és ugye 6 hengeres. 6 hengeres utcai Ferrari-t még sose gyártottak, ugye a Dino lett volna az a Ferrari, amely ugye nem volt Ferrari, tehát annak ugye nem volt Ferrari neve. Tehát utcai modellként ez a Ferrari első 6 hengeres motorja, de Forma 1-es konstruktőr VB címet már évtizedekkel ezelőtt nyertek, Forma 1-es elsőségeket arattak 6 hengeres motorral, tehát igazából a V6 az a Ferrari-nél nem olyan mértékben új. A legérdekesebb, azt nem tudom, látjátok-e, hogy ez a két iromban a turbófeltöltő azért tud a hengersorok között lenni, mert 120 fokos ennek a motornak a hengerszöge, nagyon-nagyon széles, viszont rendkívül alacsony, így borzasztó alacsonyra tudták vinni, mélyre tudták vinni az autónak a súlypontját, és ezért olyan eszement jó az útfekvése, nyilván amellett, hogy viszonylag rövid a tengelytávja, ami sokat javít a vezethetőségén, nagyon-nagyon széles a nyomtávja, elképesztő futómű van alatta természetesen, és hát a gumik is olyanok, hogy világra szólóak. Ennek a motornak, illetve nem is motornak, hanem hajtásrendszernek, amely egy hibrid hajtásrendszer, 830 lóerő az összteljesítménye.
túlsorsatok úgy hozzá, hogy egy hölgyet elvinnétek kalandozni, akkor megmentelek attól, hogy olyan ostoba bélen szerencsétlenül álljatok egy ilyen autó előtt, mint ahogy én álltam még néhány órával ezelőtt. Na, az alapvető kezelőszervek mind a kormányon vannak. A műszerfalnak három nézete van, de ez csak akkor derül ki, hogyha megnyomjuk ezt a motor beindító gombot. Itt lehet a motort beindítani, egyébként hangjelzés jelzi azt, amikor ready. Most már egyébként mehetnénk is. Az indexet is fent találjátok a kormányon, jobbra-balra. A vészvillog egyébként itt van a két ülés között, hogy az utas is megnyomhassa. Nagyon érdekes, hogy a hangerőt azt itt lehet szabályozni a kormány mögött egy tekerentyűvel, ezt viszonylag nehéz megtalálni, amit itt tekerhettek. Sokkal többször nyúlok ugye a váltófülekhez, és ez a váltófül szükséges ahhoz, hogy egyáltalán el tudj indulni az autóhoz, mert ezzel az up feliratú, tehát a felkapcsoláshoz való hosszú, szénszálas, gyönyörű, csodálatosan kidolgozott füllel tudod kvázi drive menet üzemmódba tenni az autót. Itt lehet kapcsolni az ablaktörlőt, szintén a kormányról, és itt van a hibrid rendszer manettinója, amit, hogyha hibrid vagy elektromos üzemben hagysz, akkor ugye a motor csendes, a belső égési motor nem indul be rögtön, de hogyha átnyomod akár a performance üzemmódba, vagy a qualifyingba, tehát a köridőmérő üzemmódba, akkor rögtön beindul a V6-os motor, és elképesztő hangja van. Fantasztikus egyébként, ahogy pörög. Megmutatom nektek a fordulatszámérőn is. Na bocsánat, ezeket a billentyűket, tehát a kormányon van ez a érintő felület, itt lehet aztán kapcsolgatni a műszerfalnak a nézeteit, három darab nézete van. És a kormány tetején lehet látni, hogy éppen szükséges-e váltanunk vagy sem. Szénszálas a kormány, ugye szénszálas betétek vannak benne, alul lelapítva, impozánsan, tökéletesen jó a fogása. Ha tükröt szeretnétek állítani, mert valakinek a lábát megtekintenétek az elhaladó hölgyek közül, akkor ugye ezen az érintő felületen lehet kiválasztani, hogy a bal vagy a jobb tükröt szeretnétek állítani, és ezzel a csúszkával ezt nyomva tartva lehet mozgatni magát a tükörlapot. Az autó legérdekesebb része talán ez a Manettino nevű üzemmód kapcsoló, ahol a kipörgésgátlást lehet beállítani. A hétköznapi üzemmód nem ez a vet, ami ugye elsősorban való, hanem a sport. Sportállásban még van kipörgésgátlás, részállásban már azért úgy engedékeny és megmozdul az autófara. Ha pedig kikapcsolod a kipörgésgátlást, akkor onnantól fogva rettenetesen egyedül vagy ezzel a 830 lóerővel a két hátsó keréken, ezt ugye nem kockáztatta meg, lévén az autó iszonyú értékes, mert az első Ferrari sajtóutamon nem szeretném úgy visszavinni a kocsit, mint egy kolléga, aki leesett vele a kanyarban az útról, elég kellemetlen az ilyen. És van ugye egy olyan állás, amikor a menetstabilizálást is kikapcsolod, ezt tényleg legfeljebb zárt pályán és olyan félisteneknek javasolnám, mint nem tudom, Walter Röhrl vagy akár Fernando Alonso, tehát ilyen dolgokra én nem vetemettem, sport vagy részállásban, száraz úton nagyon-nagyon komolyat lehet már vele autózni. Ezen a felületen lehet kapcsolni ugye a fokozatokat, illetve azt, hogy automatán vagy kézi üzemmódban szeretnék-e menni, és itt lehet reverse-be is tenni az autót. Mögötte vannak az elektromos ablakemelő kapcsolói, ugye ebben semmi új nincs. Ez a felület viszont új lehet, az olyan, mint egy pick-upban le lehet ereszteni a két első ülés közötti ablakot, mert nagyon-nagyon sokat dolgoztak azon, hogy ennek a leeresztésével, illetve egy pár apró légterelő beépítésével csökkentsék a turbulenciát, amikor nagy sebességgel autózol nyitott tetővel, ez pedig a tetőnyitásnak a gombja. Ennek az autónak az egyik különlegessége, hogy alkantara borítású a padlója is, tehát amint taposunk a koszos cipőnkkel, tényleg illene mezítlen beszállni szerintem az utasoknak, az alkantara, ez pedig bőr, szintén ugye egy rendkívül drága feláras csomag része. Ezen a felületen az utas nézegetett, hogy éppen mi történik és hogy mennyivel megyünk, kicsit kellemetlen egyébként, hogy ő is látja, hogy éppen mi történik, de minden esetre itt lehet ezt lapozni. Ebben a 296 GTS Ferrari-ban, ahol ugye a GT nem azt jelenti, hogy túraautó volna, hiszen a Ferrari-nek a GT modelljei már a nevükben is megkülönböztetettek a sportautóktól, hiszen a GT modelleknek általában olyan nevük van, mint hogy Portofino, Roma, tehát ilyen szépen hangzó érzelemmel teli neve. A sportmodelleknek pedig sokkal inkább valami műszaki adatra, technikai sajátosságra utaló nevet szoktak adni. Nem tudom, kinek milyen plakátok lógtak ifjúkorában a fiószobának a falán, milyen csajok, milyen autók, mindenesetre nekem az F40 volt egy olyan ikon, amire azt mondtam, hogy ennél nincsen soha tovább és feljebb. Ez az autó 11 másodperc alatt gyorsult 200-ra, míg a 296 GTS
7,6 másodperc alatt van 200-on. Tehát ez az idő még 100-ra is egy nagyon-nagyon kis potens, lendületes autót sejtetne, ez pedig 200-on van, tehát egészen felfoghatatlanul megy, és pont amiatt borzasztóan észnél kell vele lenni, mert hát 200-at országúton tényleg 3-as, 4-es leforog, és már ott vagy 200-nál, nagyon-nagyon durva, és amikor viszont eldobod, akkor nagyon nagy sebességgel dobod el, tehát tényleg komoly mennyiségű felelősséget és hogy is mondjam, önismeretet meg önuralmat feltételez egy ilyen autó, mert eszem mentek a menet teljesítményei, teljesen más dimenzió, mint ahogy egy kvázi erős A45 AMG vagy ilyen kocsik mozognak. Nem ígérem nektek, hogy sok ilyen 296 GTS Ferrari tudunk még hozni, de remélem, hogy tetszett ez az adás, és iratkozzatok fel a Vezess csatornájára, nyomjátok meg a csengőt. Nagyon jó videóink vannak használt autókról is, más új autókról is, fogyasztásmérésről is. Tényleg azt gondolom, hogy érdemes feliratkoznotok és velünk maradnotok. Nekem meg még van 127 km-em ezzel az autóval is. Tényleg azt mondom, hogy én már nem születtem meg hiába. Sziasztok!